témánk a bioetika lenne, mint ilyen. Ez a kifejezés, hogy bioethos, lényegében két szóból áll, egy összetett szó. A biosz az életet jelenti, görögül az ethos, az etológia pedig a viselkedést. Tehát lényegében az élettel kapcsolatos emberi magatartásra utal. Ugyanakkor annak a kérdése, hogy mi az él, mi élő, mi az élet, erre a kérdésre nem is olyan egyszerű válaszolni, hiszen a tudomány alapvetően reprodukcióhoz, metabolizmushoz, a környezeti alkalmazkodáshoz köti ezeket a feltételeket. Ennek megfelelően vannak élő lények, amelyek ezeket a tulajdonságokat felmutatják, és vannak olyan létezők, amelyek ezeket a tulajdonságokat nem mutatják fel. Tehát lényegében a bioetika tág értelemben azt a tudományt jelenti, ami az élettel kapcsolatos viselkedési normákat szabályozza. Ugyanakkor ez a téma még mindig túl tág, hiszen az élet és az emberi életnek a viszonya egyáltalán nem egyszerű. Lényegében a bioetikának az egyik legnagyobb kérdése arra fókuszál, hogy az embernek egyáltalán van-e joga arra, hogy saját magát az élővilágon belül előkelőbbnek vagy többnek tartsa. A keresztény bioetika erre a kérdésre úgy válaszol, hogy igen, egyértelműen. Elsősorban azért, mert az emberi életnek az alapja az Istentől való megszólítottság, a teremtettség és az Istenhez való visszatérés. Tehát lényegében mind a kezdeténél, mind a végénél nem a természet önfelülmúlása áll, hanem az Istennek a megszólítása. Mai előadás kapcsán alapvetően három nagy témára szeretnénk fókuszálni ezen belül. Egyrészt az emberi élet kezdetének a bioetikai kérdései, abortusz, mesterséges megtermékenyítés, klónozás, az embriókkal kapcsolatos manipulációk. Ezzel kapcsolatban az egyház tanítása egyértelmű és világos. Az emberi életet fogantatásától kezdve védeni kell. Ezen a téren, ezen a területen úgynevezett tuciorista magatartást kell tanúsítanunk. Ez azt jelenti, hogyha nem tudjuk egészen pontosan megmondani, hogy mikor kezdődik az emberi élet, a személyes élet, akkor a lehető legtágabb spektrumon kell a védelmet biztosítani. Magyarán szólva, jogtalan, alaptalan azt mondani, hogy a születés egy kiemelt stádium, vagy éppenséggel, amikor megszűnik az ikesedés lehetősége az embrió esetében, vagy amikor megjelenik az idegszövet. Ezek mind-mind fontos szakaszok, mind fontos stádiumok, de amíg ezen a téren nincs mindenki által osztott álláspont, nincsen konszenzus, a legbiztosabb utat kell követnünk, magyarán szólva visszamenni a kezdethez, a teremtés, a fogantatás pillanatához. A másik nagy témánk az ember életnek a vége. Egy olyan téma, a halál, ami a 21. század közgondolkodásában teljesen idegen. Személytelen halált rengeteget látunk, személyeset soha nem. Egy kortárs angol író a halál pornográfiájáról beszél a 21. század gondolkodásában, arra utalva ezzel, hogy míg mondjuk a szexualitás volt az előző századokban a tabu téma, napjainkban pedig az elmúlás a tabu téma, a halál. Milyen halált szeretnénk, lehetőleg gyorsan, egészségesen, amennyire lehetséges. És persze élettel betelve, hosszú életút végén szeretnénk elmenni, ha mindenképpen muszáj, csak éppen ez a három feltétel általában egyszerre nem adódik. Ebből adódnak olyan kérdések, hogy eutanázia, a kellemes halál, a haldoklásnak a kultúrája, a betegség, a járványok, amelyekkel kapcsolatban sajnálatos módon az elmúlt időszakban nagyon is friss tapasztalataink vannak. És ezek a tapasztalatok mind azt mutatják, hogy a modellt adó, a mintát adó közeg lényegében hiányzik.
Az ember gyakorló lelkipásztorként szabadjon erre utalnom, többször szembesült azzal, hogyha valahol meghalt egy idős hozzátartozó, akkor felhívták a plébániát, és az első kérdésük az volt, hogy meghalt XY, most mit kell tenni? Lényegében az embernek a tehetetlenségét mutatja, ugyanakkor a tanácstalanságát is. És erre ad sok esetben, különösen tőlünk nyugatabbra fekvő társadalmak gyors és könnyű válaszokat az aktív eutanáziával. Az azt jelenti, hogy társadalmilag elfogadottá teszik, legalizálják, és ezt követően törvényileg is megengedetté teszik az életnek az önkéntes eldobását. Lényegében ez egy társadalmi kérdés is. Egyrészt megszűnik az öregségnek, a tisztes öregkornak az értéke, másrészt pedig, tekintve, hogy a nyugati társadalmak korfája egyre inkább egy tölgyfára és nem annyira egy fenyőfára hasonlít, azt az igényt tükrözik, hogy az idősebb társadalom részére, a társadalom idősebb tagjainak a részére ne kelljen nyugdíjat fizetni, ne kelljen róluk túl sokat, túl hosszú ideig gondoskodni. Illetve előadásunknak a harmadik nagy témája pedig az ember, illetve a környezet. Egy olyan téma, ami az ambientális bioetikán belül egyrészt kinőtte magát, teljesen külön témának is számít, másrészt pedig egy viszonylag új témának számít legalábbis a keresztény bioetikán belül, hiszen lényegében Ferenc pápa pápaságával kapcsolatban, a Laudato Si-vel kapcsolatban jelenik meg ez a közgondolkodásban. Ferenc pápa rámutat arra, hogy az ökológia és az ökonómia nem elválasztható fogalmak. Az ember és a környezet viszonya, az ember és az ember viszonya lényegében leképezik egymást. A selejtezés kultúrája, amit ő gyakran használ kifejezésként, arra utal, hogy ahogyan a másik emberrel bánok, ugyanúgy bánok a környezetemmel is. Többféle modell van, többféle környezetetikai modell van, patocentrikus, ökocentrikus, biocentrikus modell, és még sorolhatnék néhányat, keresztény szempontból egy gyenge, antropocentrikus modell az, ami képviselhető. Ez az ember elsődlegességét hangsúlyozza, de az ember alatt nem az itt és most emberét érti, hanem a következő generációt is, és azt az embert is, aki a bolygó másik felén él. Hangsúlyozva azt, hogy úgy kell a jelenkornak az igényeit kielégíteni, hogy ezáltal ne veszélyeztetessük a környezetnek a kibontakozását, illetve ne sodorjuk veszélybe a következő generáció igényeit. Köszönöm szépen!